test és lélek rovatunkkal folytatjuk a délelőttet, és tegnap becsengettek az iskolákba, becsengetett a rossz idő, jövő hétre meg tele lesznek a rendelők beteg, megfázott gyermekekkel. Hát erre próbáljuk most a válaszokat, a megoldásokat keresni. Itt van már velem a stúdióban dr. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Kicsit a doktor úr szavait használtam fel itt a bevezetőben, mert hogy az előbb egy perce mondtál, hogy tele lesznek jövő héten a rendelők. Csak a változékony időt, ezt az esős, nedves időt okolhatjuk, vagy van más is a háttérben? Hát ugye ez fogja előhozni, de igazából ugye az a baj, hogy nyáron nem csak a gyerekek, mondjuk kinyugodtan a családok is egy kicsit lelazultak. Tehát azt látjuk, hogy nem csak a gyerekek számára stresszes ez a szeptember első egy-két hete, hanem a szülők számára minimum ugyanannyira. Ezt egyébként meg lehet érteni, nincs ezzel baj, csak összességében ez egy nagyfokú labilitást ad ilyenkor a családoknak, és ilyenkor persze könnyebben jönnek elő olyan tünetek, amik mögött nincsenek valódi súlyos betegségek, de megfigyelhető évek óta, hogy az első héten rögtön mindenki egy kicsit taknyos lesz, ez a változékony időnek a következménye, de ameddig nyáron ezzel mondjuk nem foglalkozott senki, addigra most az óvodák rögtön mindenkit hazaküldenek, hogy taknyos gyógyítsák ki, az iskolá, a szülők azok rögtön kiveszik a gyerekeket az iskolából egy hétre, hogy gyógyítsák meg őket. Ezt hívják tehát, meghosszabbított igen, vakációnak. Igen, ez a része tulajdonképpen még lehetne pozitív is. A probléma az, hogy ezzel a beszokásnak az időszakát azt nyújtjuk és rontjuk, tehát másik, ez már a személyes tapasztalatom, hogy ugye azért van egy bizonyos hiányzási kóciens, amelyiket föl lehet használni, és amikor úgy kezdjük a szeptembert, hogy 2-3 hétig semmiségekkel otthon vagyunk, akkor olyan nehéz ugyanennek a szülőnek megmagyarázni decemberben, az influenza járvány idején, hogy most tényleg otthon kéne a 40 fok lázzal maradni pár napig, és akkor az a válasz, de hogy most nem lehet, mert már sokat hiányoztunk, és el vagyunk maradva. Tehát egy kicsit az előre gondolkodás és a dolgoknak a helyén kezelése, az azt hiszem, hogy a szülőket terheli ebben az időszakban. De beszélhetünk mondjuk ilyenkor szeptember elején a gyerekeknél legyengült immunrendszerről, hogy eddig nem volt rendszeresség a nyári időszakban, össze-vissza aludtak, össze-vissza táplálkoztak, nem vitték be azt a megfelelő mondjuk vitamin mennyiséget, hiányzott ez a fajta rendszeresség az életükben, és ezáltal mondjuk legyengült a szervezetük? Én talán így jobb, ha az utolsó szóval mondva, hogy a szervezetük egy kicsit legyengült ebben az átmeneti időszakban. Hiszen én azt hiszem, hogy talán táplálkozás egyéb szempontjából a nyár az nem egy rossz dolog, tehát nem, inkább az, hogy a rendszeresség, igen, a rendszeresség, a nem alvás, ami most jelentkezik, mert hozzászoktak, hogy akármeddig fönnmaradhatnak, mert majd legfeljebb délig alszunk, és akkor egyszer csak jön egyik napról a másikra a váltás, hogy időben föl kell kelni. Sokszor elmondjuk, de azt hiszem, hogy ez a pusztába kiáltott szó esete, hogy jó néhány nappal, tehát a magyarul az augusztus végén, amikor már úgy is tudjuk, hogy szeptember elseje következik, tehát ez egy elég evidens dolog, akkor el kellene kezdeni a családoknak egy kicsit szépen átállni arra, hogy milyen új napirend, órarend kezdődik szeptember 1-től. Nem nagyon hiszem, hogy ezt valakik tényleg megcsinálnak, vagy ha igen, akkor láthatatlanban azt mondom, hogy övék a pont, de ezzel ez minden évben egy állandó probléma. És most már csak ilyenkor a tűzoltás, ami a szülőkre hárul, mert tegnap ugye évnyitó volt, és a pedagógus édesanyám beszámolt arról, amit doktor úr mondott, tehát megerősítem, hogy 2-3 gyerek nagyon rekett hanggal, nagyon erős torokfájással érkezett már a második osztály. Igen, sajnos ez mondom, ebben a megfázás az most rosszat tett, tehát nyilvánvalóan, hogy egy stabil napos időben kevésbé fáznának meg, de ugye ez nem az időjárás jelentésnek az időszaka itt az adásban. Rátláttuk, azért tudni és eső kell, lesz. Nem csak az, hanem az, hogy reggel hideg, délben meleg. Tehát megint az van, hogy sajnos a gyerek általában azzal megy el, amiben ő akar, nem figyelnek oda a szülők kellő mértékben, hogy rétegesen öltöztessük. Néha teljesen normális, kellemes időjárásról, és nem mint a mai ilyen szakadó esőről beszélek, a
15 fok minimum van a reggel és a dél között, tehát amikor elmegy otthonról, meg amikor mondjuk kimegy. Ezt nem lehet ugyanabban a ruhában végigcsinálni. Ezek olyan apróságok, amik látszólag nem egy orvosi, hogy mondjam, kérdés lenne, én mégis azt mondom, hogy ezeknek az elmulasztására vezethető vissza nagyon sok minden, ami aztán valóban már orvosi esetté, szomatikus tünetekké válik. És akkor itt jön be végül is a rendszeresség a képbe, és a tudatosság a képbe. Én is most egy kicsit reggel úgy öltöztem föl, hogy gondoltam arra, hogy délután esetleg meleg lesz, tehát mondjuk rétegesen, mondjuk egy sálat is fölvettem, gumicsizmába érkeztem, ami most ugyan nem látszik, de azért kellenek az ilyen tudatos döntések a reggeli órákban, és hát nem mindig a gyermek akaratának kell ugye érvényesülni. Nézzük meg azért ezeket a betegségeket, amik ilyenkor gyakrabban előfordulhatnak. Én itt elsőként ezt a náthát, ezt az orrfolyásos, köhögéses kombinációt hoztam. Ilyenkor mit érdemes? Hát nem feltétlenül kell ilyenkor mondjuk orvoshoz fordulni, otthon is ki lehet ezeket kúrálni. Ez teljesen egyértelmű. Az is, hogy ezek a betegségek vannak elsősorban, hiszen ezek nem valódi fertőzések. Tehát azért mondom, hogy itt nem valódi fertőzéses betegségekről beszélünk. Ugye banális, egyszerű megfázások, és mindig mondom, hogy amikor azt mondjuk, hogy tüneti kezelés, ugye ez sokszor oda van írva egy ambuláns lapra, bármire, ez azt jelenti, hogy a tüneteket kezeljük, a tüneti kezelés gyógyszerei 99%-ban minimum recept nélküliek, pont azért, mert ezt egy szülő el tudja dönteni, vagy ha maga nem tudja eldönteni, akkor ezek azok a dolgok, amiket menet közben már az orvosával meg lehet beszélni, hogy ilyenkor mit használjunk. Tehát ezeket bőven és nyugodtan egy édesanyja el tudja intézni, ahogy én szoktam mondani, saját hatáskörében megoldja ezt a feladatot. Tehát ezzel nem érdemes otthon tartani a gyereket, ezzel nem érdemes orvoshoz vinni a gyereket, hiszen úgysem történik más. Ha nem javul, ha romlanak a tünetek, vagy olyan valódi betegség tünetek lépnek föl, amik egy esetleges szövődményre utalnak, akkor természetesen már más a helyzet. Nem biztos, hogy aktualitás van, de a másik leggyakoribb betegség, amit felírtak, az a szemünkhöz kötődik, és a kötőhártya gyulladás, amit nagyon szépen ugye tovább szoktak adni szintén az osztályon belül, ez is gyakori betegségnek számít. Igen, bár ezek a típusú kötőhártya gyulladások azért nem az iskola évre teendőek, mert ezeket elsősorban vízben, homokban, miben, tehát ezek inkább a szabadidős dolgok. A téli kötőhártya gyulladások nagyobb része az a náthával kapcsolódik, tehát ugye ott belül van egy könycsatornánk, amivel az orr üregek és a szem összeköttetésben áll, és ott nem csak lefelé tud jönni a könyv, hanem fölfelé is tud menni a hurut. Tehát az, hogy egy huruthoz kapcsolódik, egy erős náthához kapcsolódik, az egyszerűen egy orvosi kérdés. Az, amit ön mondott, az inkább a nyári időszakra jellemző, hogy ha nem olyan vízben voltak, amelyiknek ugye cserélődik a vize, és vigyáznak rá homokozókba, egyebekbe, tehát belemegy a kosz a szembe, tehát az a része inkább a nyári időszak. Hát de az is lehet, ugye, hogy nem mosnak kezet, hát, és utána mondjuk belenyúlnak a szemükbe. Így van. Tehát azért mondom, hogy amikor a gyerek játszik egész nap, az ilyen közösségi kötőhártya gyulladások azok inkább az óvodára jellemzők, mert a játékokon mennek át, tehát az egyik gyerek belenyúl a váladékos szemébe a kezével, megfogdos tárgyakat, a másik gyerek megfogdossa a tárgyakat, és valóban nem most kezdett, mielőtt a saját szemébe nyúl. Tehát az inkább a kicsikre jellemző, iskolákban talán ez kevésbé jön már elő. Ugye mindig, ha betegek a gyermekek az iskolában, akkor feltesszük a kérdést, hogy milyen betegek, és akkor van a megfázásos típus, meg van a hasmenéses, gyomorrontásos típus, az is egy pillanat alatt el tud terjedni az osztályban. Ezeket hova lehet visszavezetni? Az első, az ugye a mindenféle hurutos betegség, akár egy fertőzésről beszélek, akár csak egy egyszerű banális megfázásról, amit az előbb itt kitárgyaltunk, azok cseppfertőzéssel terjednek. Tehát magyarul én most egy jó nagyot tüsszentenék, akkor talán kevés a közöttünk lévő távolság, hogy ne tudjam ezt átadni. A nagyobbaknál meg az egyéb cseppfertőzéssel terjedő dolgok, ugye az egész az életmódban benne van. A hányos hasmenős betegségeket két
a kialakulás szerint két részre kell osztani. Az egyik, amik valamilyen étellel, tehát ilyen bélfertőzések, ezeket nem lehet átadni, illetve hogyha egy csoportos, akkor nem véletlenül jelenik meg az ANTS ilyenkor, és azért megnézi, hogy mit tettek a menzán, tehát ott ki kell vizsgálni. A legtöbb esetben ezek ugyanúgy cseppfertőzéssel terjedő vírusfertőzések, csak általában elég erős a fertőző képességük, tehát ugyanazon az úton, módon a puszilkodással, a tüsszögéssel jutnak egyik emberről a másikra. Na most akkor nézzük meg, hogy hogyan védhetjük ki ezeket a betegségeket. Ugye itt már beszéltünk egy kicsit az életmódbéli tudatosságról. A szülőknek még mire kellene odafigyelni otthon, iskola után, akár a délutáni foglalkozásokon, vagy akár mondjuk a különböző táplálékkiegészítők terén? Hogyan érdemes felkészülni akkor erre az iskolai szezonra? Hát igen, én tovább fűzném azt, ahogy elkezdte, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a megfelelő, stabil rutin életmód. Tehát igen, ez egy unalmas szürke hétköznapok, tehát az iskolában ezt tudjuk, de ehhez alkalmazkodni kell. Tehát az, hogy jobban odafigyeljenek arra, hogy időben lefeküdni, kialudja magát a gyerek a megfelelő pihenéssel, tehát egy olyan napi rendet összeállítani, ami ennek megfelelő, ennek az iskolai munkának, az iskolaévnek megfelelő. A táplálkozásnál természetesen a normál táplálkozásra ugye nagy hangsúlyt kell fektetni, talán ezzel van most a legkevésbé, itt inkább a tinédzsereknél, a nagyoknál van ez az összevisszaelvés. És a táplálék kiegészítőket ugye óvatosan nem mondta a vitamin szót ki, én azt mondom, hogy pillanatnyilag nagy divat össze-vissza szedni a vitaminokat, mert mindenki azt hiszi, hogy ha egy nagy mennyiségű vitamin veszedett, akkor egészséges lesz. Hát ez sajnos nem igaz, ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor mindenkinek ingyen adnánk a vitaminokat, és üresek lennének a rendelők a téli időszakban, tehát ez nem így. A D-vitamin az, amelyikről bizonyítottan tudjuk, hogy az immunrendszerünknek a legfontosabb anyaga, tehát az immunrendszer, a jó immunrendszernek a legfontosabb feltétele a megfelelő D-vitamin szint, és miután D-vitamint a napsütés elmúlásával nem kapunk természetes úton, nálunk a táplálékokban nincsen, tehát minden életkornak, nem csak a csecsemőknek, akiknek kötelezően előírjuk, hanem minden gyereknek és a nem gyerekeknek, az ilyen fiatalabb és a kevésbé fiatalabb felnőtteknek egyaránt. Én egy hete szedem, elárulom, én egy hete újra szedem a D-vitamint. Kata, nem jártam ide hiába az elmúlt időszakban. Tehát a D-vitamin és a hurutos időszakban pedig a megemelkedett C-vitamin. Én ezt a kettőt tartom nagyon fontosnak. Az összes többit lehet szedni, de ne várjunk csodákat tőle. És mondjuk az iskolában akkor a pedagógusoknak pedig érdemes mondjuk szellőztetni a szünetbe, hogy cserélődjön a levegő. Feltétlenül. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, a mai beszélgetést is, és akkor nyugodalmas jövő hetet kívánunk. Reméljük, köszönöm, hogy nem lesznek szépen sokan a rendelőben.